Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. Mi nagyon örülünk, hogy létrejött ez a mai nap, hogy egy rendezvényt tarthatunk, mert az utóbbi évek nagyon mostohák voltak a könyvtárak részére is. A koronavírus járvány miatti bezárások azért igencsak megszabták azt, hogy tarthatunk a rendezvényt, vagy sokáig be is voltunk zárva, lehetőségünk se volt rá. Nekünk az utolsó rendezvényünk, itt is van Trombitásné, Terikenének a verses kötetének a bemutatója volt, és ugye utána jött a szünet, mire azt gondoltuk, hogy most minden szép és jó lesz, addigra kiderült, hogy nagyon sokba kerül a fűtés, és akkor most legyen rövidített nyitvatartás, úgyhogy akkor a rendezvények megint nem jöhettek szóba. És az idén ugyancsak versekhez kapcsolódott a majd, hogy nem első rendezvény, a költészet napi rendezvény itt lett megtartva a könyvtárba, és hogyha már eddig is a versek körében teltek a programjaink, akkor a mai nap sem lesz másképp, úgyhogy szeretném önöknek bemutatni Tién Ilkát, aki Marosvásárhelyről érkezett hozzám, és ő nagyon szereti a verseket, nagyon szereti a népdalokat, és a mai nap Búvópatak címmel egy olyan összeállítást hallhatunk tőle, ahol az erdélyi Helikon költőinek verseiből hallhatunk tőle előadást, és a verseket népdalokkal választja el egymástól. Egyrészt lezárja az előző verseknek a hangulatát, és így vezet át a következő versre, ha jól mondom. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és hallgatjuk sok szeretettel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy ilyen szép számban megjelentek. Ennek az előadásunknak, amin itt most közösen fogunk megteremteni, hiszen én mondom, de ha önök nélkül semmit nem érek, ennek volt egy apropója, és pedig az, hogy Szegeden megismertem egyszer egy hölgyet, illetve Vásárhelyen ismertem meg, aki szegedi, és aki magyar szakos tanár, és aki valamiért úgy gondolta, hogy én, mint marosvásárhelyi színésznő, biztosan, hogy valami olyasmit tudnék mondani a Szeged és Szeged környékén élő közönségnek, ami a közönséget érdekelné. És több előadást is szervezett, úgyhogy Kisteleken is jártam nagyon sok évvel ezelőtt, akkor egy ilyen adventi időszakban, karácsony tájékán. Most az adta az apropót, hogy valahogy úgy szokott az úgy lenni, gondolom önökkel is, hogy nem volt semmi baj, még csak nézeteltérése volt, de úgy megszakadt egy kapcsolat, ki tudja miért. Hát így jártam én is azzal az illető hölgyel, akit Tóth Katának hívnak, és egyszer csak felfedeztük egymást, nem térek ki, mert az is egy nagyon érdekes és kedves történet ahogyan, de most talán nem ez a lényeg, és elmesélte, hogy életének egy nehéz időszaka zárult le, és egy kicsit még mindig nehéz időszaka következik, és ezért úgy gondolta, mint a versek és az irodalom szerelmese, hogy a szegedi lakásában, ahol van egy ekkora terem, mint ez az olvasóterem, vagy rendezvényterem, olyan címmel, hogy Költészet a nappalimban, verses előadásokat fog tartani ismerősöknek, akik szeretnék. Van olyan is, aki ismeretlenül jön be, mert egész egyszerűen szereti a verset. Mert ez egy olyan műfaj, gondolta Tóth Kata, és igaza van, hogy újabban hiányzik az életünkből. Hiányzik a líra, ki tudja miért. Erre is
egy hosszú beszélgetést lehetne szánni. És mert tudta, hogy nekem vannak versműsoraim, és mert megbízott bennem, hogy azért talán az idők folyamán nem veszítettem el azt a képességemet, hogy még el tudjak mondani egy-két verset kívülről, mint színésznő, hát meghívott. A tegnap este volt egy ilyen előadásom Szegeden abban a bizonyos, nagyon kellemes nappaliban, és egy szenzációs közönség fogadott és vett körül a szeretetével. Úgyhogy ez az előzmény, és amikor sok jó barátja van Katának, meghallották, hogy itt vagyok, akkor meg még talán emlékeztek a régi előadásra, ugyanilyen módon ide is elkerültem. És azt még el is mondanám, hogy Erdélyi Csilla, akinek már a neve is olyan szép, igaz? Nekem legalábbis Erdélyi Csilla. És Erdélyi Csilla, amikor telefonon beszéltünk egymással, ő itt él Marosvásárhelyen, elmondta, hogy hát annyira örül, mert ő neki már rég szándékában volt pont engem meghívni. Most mondják meg, hogy milyen nagyszerűen munkálkodik a Jóisten, a sors ki, ahogy gondolja. Úgyhogy itt vagyok nagy örömmel és izgalommal, hogy hát ha megnyerem az önök tetszését is. Ez a műsor, Búvó Patak, ez elhangzott, nagyon sok fontos dolog, de azért engedjék meg, hogy néhány szót mondjak a Helikonról és a versekről. 1920. június 4-ével a trianoni szerződéssel Erdély magyarsága Romániához került. Erdély magyarsága letargiába esett, tehát halott lett. Tulajdonképpen a románosítás már 1918. decemberétől megindult, és eléggé drasztikus módszerekkel. Féltek is az emberek. És akkor egy a Maros felső folyásán élő várúr, Kemény János arra gondolt, a marosvécsi vár tulajdonosa, hogy ő meghívja az írókat, költőket egy beszélgetésre, egy-két napos beszélgetésre, ahol megtárgyalják azt, hogy miképpen lehetne könyveket kiadni, folyóiratokat kiadni magyar nyelven, támogatni a magyar színjátszást, írók, költők, mecénások, szóval, hogy akit oda meghívott. Gyönyörű gondolata az volt, hogy mindenkit meghívott, mindegy volt számára, hogy melyik a sánc melyik oldalán áll, és hogy milyen lobogót lobogtat. Úgyhogy voltak nagyon ultrakonzervatívok, konzervatívok, közepek, baló, szélső, mindenféle. És leültek a marosvécsi nagy park, kert, évszázados tölgyfái alá, ekkorák, ha elmennek oda, nézzék meg. És ott az árnyas fák alatt tanácskoztak, nem a hideg középkorban épült várfalak között, mert hiába volt június, hideg lett volna. És jól érezték magukat, és mindig, amikor vége volt ennek a háromnapos tanácskozásnak, találkozásnak, akkor egy irodalmi estet szerveztek, ahol a jelenlévő írók, költők felolvastak a műveikből, és oda meghívták a környéket. És ez egy hagyománnyá vált, sok ilyen találkozó volt mindaddig, ameddig aztán a kommunizmus ennek is véget vetett. Nem feltétlenül azért, mert nem fért volna bele a koncepciójába, hanem azért, mert ez egy elsősorban magyar rendezvény volt. Nos, ezen a helikoni találkozókon egy nagyon-nagyon fontos gondolatot fogalmaztak meg. A transzilvanizmus, önök tudják, hogy Transzilvánia, erdőn túli rész, ez az Erdély. Amely jelenti a magadhoz, a magad értékeihez való konok ragaszkodást, és jelenti a mások felé való teljes nyitottságot. Talán így tudnám legrövidebben megfogalmazni a transzilvanizmust. És ennek jegyében alkottak az írók, ennek jegyében jelentek meg a könyvek, és rázták fel az embereket. Nagy-nagy haszna volt, és máig ható gondolatokat fogalmaztak meg. Itt ebben a műsorban elhangzik vers,
erről a kezdetekről, hogy hogyan indult ez az erdélyi helikon. A keszthelyi helikonról hallottak biztosan, az is meghatározó volt a magyarság életében. Aztán lesz vers arról, hogy milyen nagy fájdalom és trauma nem csak volt, ma is az, feldolgozatlan. Önök biztosan tudják, vagy elképzelik, de aki benne van, annak egy feldolgozatlan trauma, Trianon. Nekünk ott mindannyiunknak. Bevalljuk, nem valljuk. Én bevallom. Igen, és lesz olyan vers is, nyilván az anyanyelv fontossága, tehát az anélkül nem, tehát a megmaradásunk záloga. És lesz olyan vers is, amely az iskola fontosságáról, az iskola szellemiségéről beszél. Amikor itt Magyarországon 150 éves török uralom, és hogy is nevezzem, nem nevezném azért sötétségnek, de kipusztul, hát tudjuk, hogy Dél-Magyarország egészen kipusztul, alig van magyar, addig Erdélyben virágzik a magyar kultúra. Úgy hívjuk abban az időben Erdélyt, hogy a kis Magyarország. És iskolákat alapítanak. Miközben innen elhurcolják a törökök a gyerekeket, Erdélyben, amely független, nagy nehézségek árán független, állandóan lavíroznia kell, hol a török, hol a Habsburg között, de iskolákat alapítanak. Így 1622-ben, rá csak 60 évre, vagy 60 valahányra szabadul fel Magyarország a törökig alól, megalakul Gyulafehérváron először, aztán átköltözik Nagyanyedre egy nagyon fontos iskola, és ezt az a fejedelem hozza létre, akinek az erdélyi magyarság, vagy a magyarság, az egyetemes magyarság nagyon sokat köszönhet. Bethlen Gábornak hívják. 40 évig uralkodott és felvirágoztatta Erdélyt. Iskolákat alapított, a románságnak Bibliát fordított, iskolát alapított, most szakiskolának nevezett iskolákat, ilyen mezőgazdasági képzőket alapított, mindegy, hogy milyen nyelvű volt, magyar vagy román, vagy a szászok, ugye a másik nemzetiség, aki meghatározó volt, ez a három. A németeknek a szász, nem a sváb, a szász része. Oké. És ez a Bethlen Gábori szellemiség, amely megtanította az erdélyi politikusokat, a későbbieket, és már előzőleg is ez a, hogy úgy mondjam, a lavírozás a két nagyhatalom között, hogy hogyan tudsz megmaradni mégis függetlennek, ez egy óriási tanulsággal járt, évszázadokra kiható tanulsággal. És ezt a szellemiséget átveszi az iskola is, ahol fantasztikus emberek tanítottak, és fantasztikus diákokat adott. És a versben szó lesz, ezért elmondom. Majd szó lesz egy diákról. Imhold diákot fogom mondani. Ő Körösi Csoma Sándor, akiről tudni kell, hogy az angol királyi akadémia tagja, mert ő alkotta meg a tibeti angol szótár, hatalmas szótár egyébként, nem csak néhány szó, először a világon. Bár ő a magyarok őshazáját kereste, de végül is ez lett a nagy munkája. Aztán szó lesz egy másik fontos emberről, Imhold tanítót fogom mondani, ő Apáczai Csere János, akit Hollandiába professzorként vissza akartak tartani, de eljött Erdélybe, és megírta az iskolák fölöttébb szükséges voltáról című könyvét, illetve hát ihatát, amelyben nem csak a férfiak, fiúk iskoláztatása mellett teszi le a voksát, hanem a nők mellett. Nagyon fontos, mondja, hogy a lányokat meg kell tanítani, iskolába kell járatni, hiszen az ő kezükben van letéve a jövő generáció nevelése. Aztán szó lesz egy tudósról. Ez a tudós olyan matematikai levezetést készített, amelynek alapján a mai napig új csillagokat tudnak felfedezni, illetve maga az űrkutatás
hát nem is, nem mondanám, hogy alapszik, de mindenképpen fontos része. Az ő matematikai tudása nélkül, vagy elmélete nélkül, és annak a levezetése nélkül nem létezne. Tehát ő elengedhetett, ő Bolyai János. És van egy negyedik, akiről majd beszélek, poétát. Gondolhatnánk, hogy Ady Endre, mert nagyon hasonlít a leírás, de nem, hanem Kemény Zsigmond, aki rendkívül fontos embere volt a magyar irodalomnak, a magyar kultúrának, a magyar szellemiségnek. A 19. században megalkotja az első romantikus regényt, és olyan parlamenti beszédei vannak, amelyek máig tartó igazságokat tartalmaznak. És akit Áprili, aki ezt a verset megírta, rendkívül fontosnak tart a magyar irodalom részéről. Na most az elhangzó önöknél van, úgyhogy látják, hogy van kik körülbelül az elhangzó költők, és ahogy már hallották Erdély Csillától, a népdalok mindig leválasztják, vagy majdnem mindig, talán egy helyen van, hogy egymás után két vers következik. Igen. A legeslegelső tehát egy novella, Tamási Áron. Alig 9 napja múlt, hogy Lőrinc elnyerhette a hírnöki állást a cukorgyárban. És ez a 9. nap éppen vasárnapra esett, miután a gazdájának, az igazgatónak kikefélte a ruháját, megtisztította a cipőjét, még a templomba is elment, s megette a finom délebédet, úgy gondolta, hogy ha már ilyen szabad vasárnap délután, ő elindul egyet járni a mezőkön. Vette a nagy botját, és nekivágott. Hát nem holmi ösvényeken bukdácsolt, hanem az utat választotta, s az utak közül is azt, amit ő főnök útnak nevezett, de mások csak országútjának neveznének. Hát ez nagyon érdekes hely volt. Vasárnap délután a vásárból hazajövő szekerek haladtak el mellette, a kerekek között futkározó kiskutyával, aki nem nézte az utat, és mégis tudta, hogy merre kell szaladni. És a szekeren mindig volt egy kellető személy, aki mellett a portéka vásárba dupláját érte. Hát a legtöbbször női személy volt az illető. És ahogy így bandukolt Lőrinc, egyszer csak egy templom tornyot látott meg. No, arra felé vette az útját, és csak hamar bent is volt a faluban. Akkor meg arra kezdett gondolni, hogy most ő már kihez menjen? A paphozé, vagy valaki világi személyhez? Amikor meglátott egy ajtón egy nagy kezet, amelynek a mutató ujja egyenesen az ajtóra mutatott. No, ez sem utassó hiába, gondolta, és belépett. Hát az már sejtette odakünn is, hogy itt a hasznot más keresi. A kocsmában 2 asztal volt, és az egyik mellett már ült egy legény. Hosszú fehér inge kieresztve a nadrágra, széles bőrű, bőrtűző volt a derekán, és a nagy fekete kalapja mellett az asztalon. Lőrinc odalépett a román fiúhoz, és megkérdezte, szabad lesz meg háborítanom? A legény nem szólt semmit, de maga felé húzta a kalapját. Lőrinc levőtt. Jött a kocsmáros. Mivel szolgálhatok? Ha már éppen szolgálni akar, mondja Lőrinc, akkor hozzon egy liter bort, 3 poharat. 3-at? Hát minek? Ha, mert Isten is 3 szeméből áll, mondja Lőrinc. Jól van, nem vitázott ezen a kocsmáros, hanem kihozta borcs a poharakat. Lőrinc a román legényre sandított, és azt mondta, megkínálnám ezzel a csekéséggel, ha meg nem sérteném. De az nem szólt semmit, csak a tarisnyájához nyúlt, és abból elévett egy furuját. Szép furúja volt. Fényes barna, mint a pásztorok haja, és 3 részkarika volt rajta. És a szájához emelte, és azon egy olyan messze hangzó fájdalmas nótát csillogtatott, hogy Lőrinc töltött rögtön a pohárba, oda nyomta, s azt mondta, ej az
azok a csalfalágyok. A legény nem szólt semmit, de elfogadta a bort s kiitta. Akkor Lőrinc elvette a furuját, szabad lesz, megengedte, és egy székelyke serves kezdett rajta furujálni. A román legénynek lassan felé fordult a feje, mint a napra forgó a nap felé. Rátette a vállára a karját, és azt mondta, muzsika szóval, szép megértés van. Az igen, kapott az alkalmon Lőrinc, hogy ilyen jól megindult a beszélgetés, mert a muzsika szó a lelket tekinti. Na akkor beszélgettek, ittogáltak, Lőrinc elmesélte az ő árvaságát, a román legény is a szerelmi bánatát, és olyan barátságba szökkent Lőrinc iránt, hogy minden áron ajándékozni akart neki valamit. Keresgélt a bőrtűszőjébe, a tarisznyájába, ingujába, de semmit nem talált, szegény volt. Ne búsulj, Demeter, mondta neki Lőrinc, ha éppen ajándékozni akarsz nekem valamit, add nekem a furujádnak az első részét, az első karikáig. Megijedt a román. Hát ő hogy vágná el a furuját, hogy képzeli? Jaj, nem úgy, mondta Lőrinc, hát csak jelképileg. Na erre már megőrvendett Demeter, és azt mondta, milyen jó, mert akárhányszor elédéteti véle a szíve a furuját, mindig Lőrincre fog gondolni. Így beszélgettek, ittogáltak, s mintha csak Isten kormányozná a világot. Egy 100 legény is belépett. Híjjuk ezt is ide, indítványozta Lőrinc. Szívesen látnánk a kamerádot, ha meg nem sértenénk. Szívesen jövök, de pénzzel nem rendelkezem. Nem is pénzzel kell itt rendelkezni, hanem szívvel, mondta Lőrinc, azzal 100 helyet foglalt, töltött neki, elfogadta, és beszédbe elegyedtek. Sajnos a 100 nem tudott furujálni, de addig-addig nókatták, amíg elénekelt egy 100 dallamot, elénekeltették vele többször is, Lőrinc megtanulta, s a furuján visszafurujálta. Nagyon jól előre megy, mondta a 100. És ott furujálgattak, beszélgettek, jól érezték magukat, amikor nyílott egy ajtó, az ajtó és egy román őrmester lépett be. Nem köszönt, Lőrincék is csak oda bólintottak, amennyire a ragjához illett. Az leült a másik asztalhoz, az ökrére támasztotta a fejét, s hatalmasan nézte őket. Nem is volt semmi baj, ameddig a román bánatát, a 100 harsogását mesélte a furuja. De amikor Lőrinc egy székely keservest furujált rajta, az őrmester felugrott, kitépte a Lőrinc kezéből a furuját, a kocsma közepére dobta, és nagy csizmájával rátaposott. Nagyot recsent a furuja. És ebben a recsenésben benne volt mindhármuk dallama. Felugráltak a fiúk, a 100 egy széket maga elé tartva, a hátát megvetett a falnak, de Lőrinc odaállt középre, ahol minden ütés őt érhette volna, és azt mondta, a közös kincset rontottad szét. Szeretem az idők járását. Megfordítom kalapom állását. Nem árt annak sem eső, sem dara, sej még a jég is, mind lepereg róla. A rímem inkább rólatok pereg, akik bozótok, szírtek közt, merészen törtetek utat első farmerek, s tanyát ütvén az erdőn túli részen dalt kezdtetek. Én még, mint kisgyerek figyeltem rátok, példát követni készen. Tábortüzetek most is zengve ég,
honfoglaló nagy író nemzedék. Reményik, Áprili és Tompa László. S a mindig zsémbes, mindig harapós, mindig teremtő tettekért parázsló öreg harcos a kajlabajszú Kós, és Kunc, akit korán elvitt a gyászló, s a hullócsillag sípos domokos, Nyírő, Tamási, még kifér a listán, Molter, Tabéri, Berde, Bartalistán, s ti mind mindnyájan tisztelt névsereg, kiket nem sikerült itt rímbe rónom, Betűországban bölcs miniszterek, s Kovács Laci a szerkesztői trónon, előttetek most büszkén tisztelek hegyes szuronyként villogó írónom. A véletek való baráti lét avatta szépé életem felét. S Kemény János, a térképen kereszttel jelölik majd, itt áll a Vécsi vár, s tanítják, itt volt az erdélyi keszthely, s fényt vetett egy elborult sivár virágba. Kérlek, János, ne leheztelj, ha most ideírom, amit egy szikár, vén székely mondott rád a falu végen. Báró ugyan, de apa hagyta régen. És számon kívül hagyni kimeri az ifjúságot fürge versenyével. Az első volt Szemlér Feri, majd kísérő, aki 26 évével a pálmát minnyájunktól elnyeri, Ormos, Bözödi, s jönnek ismert névvel a múzsa többi jó kegyencei, Varró, Szabédi, Vas és Szencei. Sok jó barát, szólj! Lesz gyümölcs a gajjon, mely benned így dús virágba szökött. Csak rajtad áll, e vers szégyent ne valljon. Avagy 100 év múlva csillaggal bökött, jegyzetben kell-e magyarázni, vajon kirejlik egy s más említett mögött, avagy dicső nevet, ragyogva nyersze. Ha addig éle néhány strófa, persze. A folyam fut az óceán felé, s medre ijesztően kiszélesül. Intenek néki messzi fároszok. Habján hajó ring és sirály repül. Eltépett malmok ellebegnek rajta, és úsznak bölcsők, és úsznak koporsók, és úszik egy-egy felborított sajka, és úszik szenny és virág vegyesen. S vize, a hajdan kristályos nedű, nem édes már, de sós és keserű. És keserűn, és áldázul roham, s gúnynak érzi, ha valaki megáll, s döbbenve szól. Mi hatalmas folyam? Ilyenkor a delta a forrásra gondol, amely körül fekete fenyők állanak, és csend van, és csak a jó nyáj kolompol, és nincs vadmeder, és nincs pocsolyás árok. A fűben szivárog egy halkerecske, s azt hinnéd, mindjárt elszivárog. A forrás mellett ül egy kisfiú, s tiszta kezét a tiszta vízbe tartja. Ezt a folyamat deltáig érzi, s a boldogságtól megremeg a partja. A bünkösti rózsa kihajtott az útra, nekem eski hajlott, szekeremnek rúdja. Nem tudom, Istenem, jóra vagy rosszra, jóra avagy rosszra. Vajódik bánatra. Ősz nem sodort még annyi árvalombot, annyi riadt szót. Minden összeomlott. Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, vasárnap reggel a hegyekre mentem. Ott lenn,
sötét ködöt kavart a katlan. Itt fenn a Vénhegy állott mozdulatlan, időkbe látó mesztelen tetőjén tisztást vetett a bujdosó verőfény. Ott lenn zsibongott még a völgy a láztól. Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor, és békességes szót ejtett a szája, és békességgel várt az esztenája. Távol, hol már a hó királya hódít, az ég lengette örök lobogóit. Tekintetem szárnyat repesve pontott, átöleltem a hullám horizontot s tetőit, többet száznál és ezernél, s titokzatos szót mondtam akkor. Nem arról hajnalik, amerről hajnalok. Nem arról hajnalik, amerről hajnalok. Maga sorsa felől szomorú hírt hallok. Magam sorsa felől szomorú hírt hallok. Erőnket a király szőke fején a sisak, tomori vasmarkában a kereszt, maroknyi had, halálra szánt szíve, irgalmat nem találtak. Mohács felett olyan csillagok álltak. Testvér, ne kérdezd, ki volt a hibás, főpap, főúr, jobbágy vagy köznemes, mindenki bűnös volt. És senki sem. Hidegen hirdették a csillagok, e nemzedéknek nincsen kegyelem. E nemzedék lelkében meghasonlott, azért érett meg a lehullásra. Teste darabokra vágattassék, szegeztessék az idő kapujára. Órája ütött, napja leszállt. Éjszaka. 150 éves éj. És ki éjben születik, mit csináljon? Dolgozzék, imádkozzék, tűrjön, várjon. S a sírba is reménysugárral szálljon, ha könnyel sózott kenyerét megette, mert változnak a csillagok. Erdő, erdő, kerek erdő, 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 kerek erdő, közepébe csipke vesző, közepébe csipke vesző, azon van egy bús gerlice, azon van egy bús gerlice, ki a párját elvesztette, ki a párját elvesztette. Erőnket lassú víz apasztja, heves fény s ember szó zavar. Rég volt, mikor a sík folyóig lesodor a vak zivatar. Szakadó felhők záporától árrá dagadt a patakér, s az áradástól meg nem mentett sem kőodó, sem partgyökér. Azóta úszunk. Folyton úszunk. Az árral szembe. Cél iránt. Utunkat malmok torlaszolják. A zuhogó súly visszaránt,
Halászos árnyék vetül a vízre, ravasz törrel kísért a gát, búvó helyen töltjük a nappalt, s megvárjuk a hűs éjszakát. Azóta minden éjjel úszunk, futunk a tikkadás elől. Havasra fel, hol mély az erdő, és forrás ízű a patakől. Fehér melles vízirigó ül, habos kövön, s halkan neszesz, s a martok tajtékos vizébe finom fenyőtű permetesz. A ritkás, foltos napsütésben zölden ragyog a fák moha, s ha szél mozdul, kövünkre perdül a málna és az áv. Futunk a látomással, súlyos habot hasít a szánk, riadozunk az óceántól, az ér a mi hazánk. Vihar ijeszt, kígyó riasztgat, meredek útunk nehezül, s szivárványos testünk az éjben végső iramra megfeszül, s mire kipirkat fenn a hajnal, s vörös fény gyúl a fenyvesen, az érhez szírten, zúgon által megérkezünk győzelmesen. Kicsi madár, jaj, de felszállsz! Mi az oka, láb nem szállsz? A láb szállnék, de nem merek, mert itt senkit nem ismerek. Anyám szava. Ölelő. Lágy, meleg szó. Mennyit hallgattalak? Hová tűntél, mint visszafojtott jajszó, mint gyors búvópatak? Csak messziről, sötét üregek mélyén hallom komor zenét, ahogy zuvogsz az évek meredélyén. Felszínre érsz-e még? Viszed mind mélyebb, már-már észrevétlen medregben hömpölyög, s tán lassú is. A haldokló sötétben elfogy a sűrű rököd. Úgy hallgatom, fülem a földre tartva, mint ki akármi jelt kíván, s lassan búra fordul ajka, ha senki sem felelt, ki is felelne. Néha félve nézek közül, körül, a népözönt figyelem, s benne elhaló zenédet, ha van ki rám köszönt. Vajon ki torkán budjansz újra napra, mint szertelövelő forrás, mely forró, csillámló szavakra robbanva tör elő. Egy szó legyen, egy dallam töredéke, káromlás, vad szitok, de jel, hogy él a mélység üregében rejtőzött áramot. Hallom-e még? S te hallod-e, kis ember, lánykám, aki a sötét sarokból figyeled apád komor szemét, s egy jelre vársz, egy szóra, ami megtöri a csendet. Úgy vársz akár csak én, némán s ijedten, mert az éj közelget a felhők peremén. Lámpát gyújtok hát, s látom, a leányka megörvendett neki. A fény felé néz, s azt motyogja, ámpa! S magyarul mondja ki. Édesanyám,
Sok szép szava, kit fogadtam, kit nem soha. Megfogadnám, de már késő, de már késő. Hull a könnyem, mint az eső, a te. Én vagyok az, aki nem jó, felleg ajtót nyitogató, nyitogatom a felleget, a felleget, sírok alatta eleget, ha te. Erdélyországi őszi rónaságon ütközetekben megfáradt hadak fejedelem, színed előtt imhol megállanak. A századok felhőiből tekints ránk, dédelgető sugárral, mint a nap. Tekintetedre hattyús lobogóink mély hódolattal földre hajlanak. Nem csak magunk vagyunk. Ma felvonulnak itt roppant szellem ezredek, őrhegy tövétől messze Darjeelingig toborzó harsonáit zengenek. Ma mind, akinek múltban és jelenben te adtál messze hordó szárnyakat, fészekbe visszavágyó szárnyalással seregszemlédre visszaszállanak. Imold diákot, kit rokont keresni egy más világrész titka csábított, adóját hozza. Lobogó szemében ma is kísért az oldatlan titok. Íme tanítót, gyújtó fákja szellem, meghajtja halvány mártír homlokát, ki a tudásnak büszke forradalmát alvó szívekbe tűzzel vitte át. És jön tudósod, számok óriása, s hálát leróni ím elétbe lép, a számlálatlan csillagokból hozza a végtelenség szent üdvözletét, és jön poétád, éjkomor szemének tekintetét, hálával szegzi rád, ki annyiszor sötét márványba véste a végzetes magyar tragédiát. Seregek jönnek néma áhítattal. Ha néma ajkuk dalra nyílana, fejedelem, fel az egekre szállna a hála óriási dallama, seregek jönnek megköszönni fejedelem a százados csodát, hogy milliónyi magrejtő rögödből virtus nevelt vitézlő oskolát, hogy új erőket sarjadzott az erdő. Hitet lelkedzett a termő határ, s a napsugáron porladó barázdán tudás kalászt vetett a búzaszár. Ó, égre zendülő sötét viharban hányszor tiporva állt a drága rög, aranykalász helyett hányszor sötét lett, szélfújta perje, hamvadó üszök, szent kincseidből hányszor nem maradt más, csak múltra emlékeztető romok, hányszor dermedett, torzulva az űrbe, villámsújtotta béke templomot. De tűz kilobbant, villám elviharzott, ritkult szívekben megfakult a gyász, s az új tavaszon, az új barázdán tudást termett a győzelmes kalász. Az újrakezdés vakmerő reménye legyőzte itt az ostromló halált, s docsal vágott a mindig új jövőnek. Fejedelem, fundamentum állt. Színed előtt most is riadva állunk, sírból kiszállt az ősi félelem, árvízzel csap ki templomodra a száguldó világtörténelem, hullámait már templomodra küldi, zivatarából pusztulás süvölt, lábunk alatt ijesztő robbanással indul a régi fejedelmi föld. A századok felhőiből tekints ránk dédelgető sugárral, mint a nap. Tekintetedre hattyús lobogóink a megrendülő földre hajlanak. Te vonsz majd minket végső számadásra. Te hallgass meg,
ha végzetünk siket. Ütközetekben megfáradt hadaknak, adj meg nem rendülő erős szívet, erős hitet, hogy hattyúidnak ajkán sokára csendül még a hattyúdal, s a szellem elrendeltetése élet és feltámadás és örök diadal. Ha folyó víz volnék, bánatot nem tudnék, hegyek, völgyek között zengedezve járnék. Hegyek, völgyek között zengedezve járnék. Kaszáló rétekre porondot hajtanék. Kaszáló rétekre porondot hajtanék. Kövecses víz martján violát nevelnék. Csodákat próbáltam. Aranyjal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegybeszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába, egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fászék, őzike ne fászék. Hiába, hiába, gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart égni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránézem, alig kell, a tűz is felszökken. Az óra áll mögöttem. Ránk szakadt bolond világban, hol senki sem mutatja azt, ami. E félrerodzódul zagyva árözömben. Én meg akarom magam tartani. Szent hivatás, s mindennél nehezebb, vakmerőn csábító és könnyesen édes. Megmutatni a jövő nemzedéknek, hogy ember az Istent megőrizni képes. Hogy jöhet pokol és gennyes szertehomlás, jöhet átok és galát kataklizma. Ki Isten arcára teremtetett egykor, önisten arcában csökönyösen hisz ma. Érem vagyok, merev. Földbe rejtett egykor menekülő gazdám, kopott érem, régi. De ha majd kiásnak, s az újkor kikérdez, legendás titkokat árulok el néki. Titkát annak, hogy volt ember, tiszta. Lidércek kergették, vérviharban ázott, de a vészen büszkén hurcolt a fejét, melyre önarcképet az Isten formázott. S ha az Úr az embert, elkopott rossz tükrét, eldobta, s aztán végleg elfeledte. A tükör megmaradt, s őrzi a képet, hogy alkotó nézettel egyszer felette. E ránk zúdult bolond világban, hogy senki sem mutatja azt, ami.
e félrelódult, zagyva árözönben. Én meg akarom magam tartani. Én Istenem sok bután, adj egy kicsi jót is immár, megélek én a bú nélkül, de a bú nem nálam nélkül. Ipajla, de csuhajla, megélek én magamra. Aludtak a lányok, ébredtek a kertek, hajnali szél engedezett, mikor útra keltek. Korán útra keltek, aranynapot leltek. Fény zsongott a szívükben is, attól énekeltek. Hat napjuk a gondé, hetedik vasárnap, akkor dallal nekivártak a szabad határnak. Erdők elrejtették, völgyek befogadták, érces fiatal hangjukat érchegyek zúgatták. Szárnya volt a dalnak, ahogy szállt mögöttem, szárnya volt a kedvemnek is, bennük gyönyörködtem. Sokan elmaradtak, sokan búcsút vettek, de a régi dallal mindig újak jöttek, virágszedni jártak csodapázsitokra, illatozott a kezükben a vadnárcisz csokra. Hívó hegyek útját most egyedül járom. Elmaradtak a fiaim, kicsi lányom, párom. Néma völgy előttem, s nagy, komor hegy élek. S ahogy megyek, hátam mögött megszúdul az ének. Ezer hangú kórus nyomomba jő lassan, aztán fölszáll, s tovább szól a sugaras magasban. Zengedik a sziklák, zsongatják a rétek, régi kedves hűcsapatok, tudom, ti kísértek, kísértek a zúgó világzivatarban, lélektelen vadidőkben, lélek van a dalban. Halljátok-e hangom, mikor elkiáltom? Daruljatok csak sok ezer enyedi diákom. Fenn a hegyen erdő mellett menyek el, fejem felett kis pacsirta énekel. Panaszolja a bús panaszát csendesen, borulja vállamra, édes kedvesem. Kiskoromba árvaságra jutottam, könnyem sincsen, én már annyit búsultam. Megtanultam, hogy kell sírni, szenvedni. Azt is tudom, hogy kell szívből szeretni. Tavaszi égen fellek fodorkák, játékos szellők most erre sodorták. Egy íj szellőcske most port kavargat, meg-megcsillant közte a felszálló hajnali harmat. Lelkem is vígan begyül a porba, kisfalum útján, tavaszi friss szél, vigye, sodorja. Odább repes levelű nyárfák, öccsüket vissza be sokat várták. Nos, itt vagyok, s itt minden egyéb is. Hogy ennyi évvel így járjak itt, még magam sem értem. De vasat tűzbe vethetsz, nem ég el. Csak megedződik a baj közt a székely. Így én is, földet rengető orkán múltán is állok, s dalolva állok életem ormán. Csoda ez? Csoda! Hogy lelkem annyi rossz nap után is dalos, töretlen tudott maradni. Most rigórikkant, s rikkantok én is, jó ám a kedv, ha az ember vél is.
S nézem, mind itt a tavalyi fecskék, vagy az unokáik. S tudom, ez a végtelenség. Helyettem is, ha magam kidőltem, fiam, unokám már itt van a körben, s így láncolódik szemből szembe. Láncnő tánc lüktet, meg sem pihenve. Az életet is, hát én minek bánnám? Van egy-egy nótám, s tudom, olyan is akad, ki vár rám. S ha nem, hát legyen nem, úgy is jó mennem Betfari úton, napfény örömben. Mennem, csak mennem, míg lassan lépve megtérek ismét anyám elébe, s kezére hullok. Légy százszor áldott, láthattam ezt a dicsért, gyalázott, visszás világot, s szólhatok majd, ha érzem a véget, csak verj le! S áradj rajtad át zúgva mély tenger élet, végtelen élet. Hegye fődőn járogatok vala, virágecskát szedegetek vala, csincsecskékbe csincselgetem vala, bokrétába kötögetem vala, s e virágja hull a jezőlembe, szép illatja száll a víg szívemre, szálljon csak megvigasztaljon, s e jó Isten ingem el ne hagyjon. Szálljon, csak megvigasztaljon, s e jó Isten minket el ne hagyjon. Vagy fél ezernyi dalt megírtam, s e szót magyar még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, mi hájok borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, Kopár-sziget, Magyar-sziget, a népek óceánján. Mi ólom ömlött álmodó fülembe, hogy nem hatolt belé a vad hullámverés morzsoló harsogása, a morzsolódó kis sziget keserű mormogása. Jaj, mindenből csak vád fog. Miért kímélted az erőt? Miért kímélted válladat? Miért nem vertél sziklatöltést, erős, nagy védőgátakat? Elhagytam koldus tékozló apámat, s aranyatástam én gonosz fiú. Mély szent vagy te koldusság, s te sárarany, te szépség, mély hiú. Koldus apám, visszafogadsz-e? Bedölt viskodban helyet adsz-e, ha most elédbe varulok, s eléd öntöm minden dalom, s férges rongyait csókkal illetem, s üszkös sebeit tisztára nyalom. Nagy, éj sötét átkot mondok magamra, verset, mely nem zenél, eget nyitó, paklot nyitó verset, hogy zúgjon, mint a szél, bőgjön, mint megtépett szakállú vén zsidó, zsoltáros jajgatása Babilon vizeinél. Ebbévé változik a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vas szeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunnyon ki két szemem világ, amikor nem rád tekint népem. De szent, de kárhozott, de drága. Száraz nyelvem kisebzett, égő fejem zavart. Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, hogy fölkeressek minden egy magyart.
Székelyek, ott a bércek szikla mellén, üljetek mellém. Magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a Tóthegyek közt, s a bácskai szőlőhegyek közt, üljetek mellém. Magyarok Afrikába, Párizsba és Amerikába, üljetek mellém. Ti esztán születők, ti porlócsontú ősök, ti réghalott regősök, ti vértanúk, ti hősök, üljetek mellém, ülj ide! Gyűjj ide, népem, s hallgasd, amit énekelek. Amint a hárfa húrjait, feszült idegen húrjait jajgatva tépem, ó népem, árva népem, dalolj velem, mint akit füstös lángokra szítottak, vérszínű, ósetét, fanyar, nehéz borok. Dalolj velem, dalolva, zúgva és örögve, 10 millió, 100 millió torok, énekelj, hogy világgá hömpölyögjön zsoltárod, mint poklok, tikkat, kénköves szele, s Európa fogja be fülét, s nyögjön a borzalomtól, és őrüljön bele. Epévé változik a víz, mit lenyelek, a téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vas szeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunnyom ki két szemem világ, amikor nem rád tekint népem. Te szent, te kárhozott, te drága. Erdély ország, sok szép vize, besokat ittam belőle, ittam, s innom kell belőle, mert kénytelen vagyok véle, s milyen madár az a madár, ki kertem beszólania, csak szépen szól, tele nem száll, futok utána, meg nem vár. Várj meg, madár, míg megvárnám, szíved rejtekébe zárnál, mint drága kincset tartanál, társadnak megmarasztanál. Mint drága kincset tartanál, társadnak Én ilyenkor szoktam rádöbbenni arra, hogy tényleg kimarad a versolvasás egyre inkább az emberek életéből, vagy az enyémből, bár én mindig is jobban szerettem verset hallgatni, mint olvasni,
de azt gondolom, hogy az ilyen esték azért is jó, mert nagyobb esély van arra, hogyha hazamegyünk, akkor leemelünk egy verses kötetet a polcról, és folytatjuk még ezt az estét a magunk módján. És nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és remélem, hogy lesz még rá lehetőségünk, hogy találkozunk. Nagyon szépen köszönöm.